Kolbászos lecsót, babos káposztát, punyát, de hagyományos lecsót is főztek a Térség Íze Fesztivál résztvevője hétvégén Atalán. A csapatok a kert programban megtermelt zöldségekből készítették el helyi specialitásaikat, hiszen mind a 20 település működtet kertet, ahol a falvak önellátásra termelnek zöldséget és gyümölcsféléket. Így igyekeznek munkát adni az állástalanoknak, és ismét megtanítani nekik az önellátást. Nyúlpörkölt is rotyogott az egyik bográcsban. A dombovári kistérség és a szekszárdi járás települései mutatkoztak be az Atalai Térség Íze Fesztiválon. A gyulai főző csapat tradicionális cigány ételeket varázsolt az asztalra. A punyában liszt, élesztő, só, langyos víz, ezt megdagasszuk, akkor hagyjuk pihenni, és akkor utána megsütjük tepsibe. A lecsóhoz pedig hagyma, paradicsom, paprika, káposzta, akkor húst is szoktunk belerakni, meg egy kis szalonnát az aljába, azon pirítjuk a hagymát, hogy jobb íze legyen. A lecsó egy másik változata készült a dalmandi terményeket felvonultató standnál. Mezőgazdasági termeléssel foglalkozunk, és zöldségtermesztéssel elsősorban, paprika, paradicsom, burgonya, hagyma, tehát tényleg a mindennapi használathoz szükséges terményeket állítunk elő, vagy készítünk, és most abból készítünk nagyon finom kis lecsót, reméljük, hogy jó lesz, és mindenkinek ízleni fog. A kertprogramban Atala is részt vesz, ezzel munkát tudnak adni olyanoknak, akik régóta nem találtak vissza a munkavilágába. 6 embernek adunk munkát, és mindenféle zöldségfélét, ami általában egy településen jellegzetes termény, így a paprikát, paradicsomot, burgonyát és a hasonló jellegű dolgokat, ezt csináljuk, és ebben az időszak most a betakarítás időszakja, és gyakorlatilag, hogyha a településen valakinek szüksége van ilyen, akár meg is vásárolhatja. A rendezvény vendége volt Szatmár Cseke is. Az őstanyjuknál babos káposzta és tárcsánsült sertésborda illata terjengett a levegőben. A ládákban sórakozó szilvák pedig arra engedtek következtetni, hogy valami édes finomsággal is készültek a szatmáriak, mégpedig lekvárt főztek. Hát a szatmáriak belefőzik a szívüket és a lelküket. Ez nagyon fontos minden tekintetben. A második pedig az, hogy szatmári vidékre jellemző a szilva, és ott a szilva hazájába készül a legfinomabb stelni fajta, lepotika szilvából, de ami a legfinomabb, nem tudom szilvából készül, aminek ez a neve, nem tudom, hallottak-e már róla. És azért nem tudom, mert nem tudják, hogy hogy hívták, és így maradt rajta a neve. Nagyon kis, pici, nem magvaváló, de abból készül a legfinomabb lekvár. A Térség Íze Fesztivállal az volt a rendezők célja, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítsanak az Oázis projekt résztvevőinek. 15 a dombovári kistérségbe, 5 település a szekszárdi járásba, Decsi mikrotérséggel együtt. Úgy döntöttünk, hogy csinálunk egy oázis projektet, amelynek a lényegét azt gondolom, hogy kollégáim már néhány mondatban kifejtették. A lényegben az, hogy tankert van, gyakorlati lehetőség van elméleti oktatáson. Nyilván ezt a projektet le kell valahogy zárnunk, és az ott elmett termékekből szeretnénk volna egy vidéki ízek fesztiváliát létrehozni. És azt gondoltuk, hogy a gasztronómiának azért az ősazája Atala, hiszen a bőrlérversenyt ők találták, ők csinálják, és ezért nyílt meg annak a lehetőség, hogy a Csikostösi önkormányzat pályázott, amelynek mentén meg tudtuk ezt a mai programot Atalába valósítani, és azt gondolom, hogy méltó helyszínt találtunk arra, hogy a projektet kellőképpen lezárjuk. Az ízlelő bimbók mellett a vájt füleknek is kedveztek a szervezők, hiszen délután egymásnak adták a mikrofont a sztár fellépők a színpadon. Dombóvárváros polgármestere is támogatta a szórakoztató programokat, hiszen Ferenc Orsolya Szabó Lórend felajánlásának köszönhetően eresztette ki messzeföldön híres és csodálatos hangját Atalán. A Térség Íze Fesztivált az Atalai falunappal kötötték össze, amely egyben lehetőséget nyújtott arra, hogy átadják a LEADER pályázat útján kialakított vadonatúj parkot és játszóteret, valamint ünnepélyesen is felavassák a Szent Flórián szobrot.